Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást erre a mai könyvbemutatóra. Engem Martos Gábornak hívnak, és Elbert Márta felkérésére én fogok itt ma levezetni ezt a beszélgetést, aminek az apropója ez a könyv. Ide születni, és két szerzője van. Az egyik Elbert Márta, akit talán onnan ismerhetnek többen, hogy annak idején a Fekete Doboz nevű a rendszerváltás eleje környéke utáni dokumentumfilmes világban, ugye ő volt a Fekete Doboznak az alapítója. Ez egy 8 kötetes a rendszerváltás kerekasztal beszélgetés, vagy kerekasztal tárgyalásairól szóló könyvnek csak az egyik kötetét hoztuk el, hogy megmutassuk. És Márta azon túl, hogy filmes, meg filmiskolát vezet, tanított sokfelé dokumentumfilmezést, a saját történeteit is megírta ebben a Kiskamerás történetek című könyvben, úgyhogy azzal is meg lehet ismerkedni. Tehát ő ennek a könyvnek az egyik szerzője, a másik pedig Goldberger Tamás, aki hogy hívják ezt, civil foglalkozására nézve orvos, de nagyon régóta foglalkozik különböző zsidó helytörténetekkel, könyvekkel, egyebekkel. Néhány könyvet megmutatok az ő korábbiaiból is. Ez a Budapest 16. kerületében és Előd településeiben egykor élt zsidó polgárság emléke című helytörténeti összeállítás, ugyanígy helytörténet a Nagyfuvaros utcai zsinagóga és annak a közösségnek az emléke, és van egy ilyen fantasztikus, szép vastag könyv is, aminek ez a beregszászi zsidó polgárságnak a története, annak a feldolgozása, annak a megírása. És akkor most én is leülök a bemutatás után, és még egyszer mondom, ez a könyv. Aki Szentendréről jár be Pestre, akár a hévvel, akár kocsival, az ugye az Árpád fejedelem útján, ahogy megy befelé, balra már a Margit-sziget van, és akkor egyszer csak lát két teljesen szimmetrikus, nem tudom, 5 vagy 6 emeletes lakóház között egy ilyen templomszerű valamit. Aki egy kicsit ért az építészeti finomságokhoz, az nyilván azt is elég hamar ki tudja deríteni, hogy az egy zsinagóga. És ugye ez az, amit hivatalosan, miután a bejárata az épületnek is és a templomnak is a Frankelleo úton van, tehát ez az az úgynevezett Frankelleo úti zsinagóga, a pestiek így ismerik, de a szentendreiek, mondom, legalábbis a hátsó fertáját azt sokszor láthatják. A zsinagógát 1888-ban építették, adták át, szentelték fel, és az a ház pedig, aminek ez most gyakorlatilag az udvarán áll, az már akkor is a hitközséghez tartozott, kicsi épületek voltak ott tankörbe, és jó részt a zsinagógához valamilyen módon kötődő emberek éltek ott, tehát rabbi, kántor, iskola, tanítók, ott volt egy iskola is, egy zsidó iskola. És akkor erre a templom, már meglévő templomot körbeölelő telekre 1927-28-ban húzták föl azt a bérházat, ami hát a mai napig így körülveszi ezt a zsinagógát, és ad egy egészen fantasztikus hangulatú várospontot tulajdonképpen ott a budai belvárosnak a közepén. És hát a cím nem véletlen, ugye az ide születni, mert Elbert Márta oda született ebbe a házba, és ott élt, hát nem is tudom mely, 40-50? Ne firtassuk. Nem kevés évet. És hogy mi ez a könyv, arról engedjenek meg még egy idézetet, és aztán én már nem fogok ennyit beszélni itten az este folyamán, hanem ők.
A Pesti Sóle című labban megjelent egy ismertető erről a könyvről, amit Láng Júlia írt, és ebből, ha megengedik, akkor egy pár sort felolvasok. Különleges könyv, amelynek nem tudnám meghatározni a pontos műfaját. De talán nem is nagyon fontosak a definíciók. Mintha az emlékezés belső parancsa szülte volna, egy kötetbe sűrűsödik itt történelem, zsidóság, pontosabban budai zsidóság, zsinagógák építészete, rabbik és kántorok élete, személyes történetek, számos adat és emlék egy házról, nyilasuralomról és szerethető életről is, egy szociológus érdeklődésével és egy személyesen érintett ember érzékenységével bemutatva a városszerte híres Frankel zsinagógát és a köréje épített szép lakóházat. Szóval, hogy ez egy egészen sokszínű történelem, helytörténet, bizonyos felekezett történet van benne, alapvetően a személyes emlékekből, mert hogy te itt nőttél föl ebben a házban, miért jutott egyszer csak eszedbe, hogy akkor ennek meg kéne írni a történetét? Ezt nagyon nehéz megmondani. Te miért írsz egy könyvet, vagy Tamás miért kutat valamit? Szóval én úgy gondoltam, hogy hát nem tudom, én egy érdeklődő fajta vagyok, és ez adva volt, és közel volt hozzám. És hát ezt nem is nagyon lehetett kihagyni, hogy ha valaki valahol él, hogy az érdekelje, hogy miért pont ide születtem, kik vesznek körül, milyen egy háznak a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es éveiben a közösség, vagy milyen konfliktusok vannak. Tehát ez egy, nem tudom, én szociológiát is végeztem, és úgy gondoltam, hogy hát ez ilyen kötelességem is talán. Mert hogy érezted, hogy van ebbe annyi izgalom, érdekesség, fontosság, hogy erről a nagy közönség tudjon? Hát nagy közönségről soha nem gondolkodtam, viszont én a 80-as években csináltam azokat az interjúkat, amik ebben a kötetben is bekerültek. A házban élőkkel. A házban élőkkel, akik visszajöttek, akiket elvittek, és ide visszajöttek, és elkezdtek végre mesélni arról, hogy kiket vittek el, hova vitték őket, mi történt velük, mármint csak azokkal, akik visszajöttek, és el tudták ezt mondani. Tehát egy kicsit még talán az előtt kezdtem ezt a holokauszt kutatást, mielőtt az Erős Feriék, meg azt hiszem még többen, szisztematikusan feldolgozták ezt. És miért érezted, vagy hogy érezted úgy, hogy ebbe a te munkádba bele kell vonni egy történészt? És hogy vontad be ebbe a munkába a történészt? Hát itt van az a bizonyos könyv, amit ajándékba kaptam, és hát én kinyitottam, melyik és azt az? A 100 éves nagyfuvaros, és kinyitottam, és hát elámultam azon, hogy micsoda kutatási apparátus van e mögött, és hogy én ilyenre alkalmatlan vagyok, és egyszer csak megláttam a fő címében, hogy Goldberger Tamás készítette ezt, hogy írta ezt a könyvet, és én semmit nem tudtam róla az égvilágon, se azt, hogy orvos, se azt, hogy mit csinált még ezen a könyvön kívül, és hát fölhívtam telefonon éppen egy rendelés alatt, aminek nem nagyon örült, de röviden elmondtam, hogy én ki vagyok és mit csinálok, és akkor ő azt mondta, hogy ismerem a dokumentumfilmjeit, jó, elég jók, és akkor mondta, hogy visszahív, és tulajdonképpen itt kezdődött. Tamás, és az ezek szerint ismerte a Mártának a filmes munkásságát. Milyen érzés volt, amikor azt mondta, hogy dolgozzanak együtt ezen a könyvön? Hát rögtön nem volt arról szó, hogy dolgozzunk, csak hogy hát majd rendelés után visszahívom, mivel hogy
én ismertem a munkásságát, és viszonylag az átlagemberhez mérten eléggé mélyen, és követtem is az eseményeket, melyeket ő dokumentált, és nekem abban a percben nagyon megtisztelő volt, hogy egy ilyen, hát nem tudom, tudományos, kulturális múlttal rendelkező valaki pont engem hív föl. És arról még nem volt szó, hogy könyvet kell írni, hanem hát megbeszéltük, hogy van néhány anyag, küldje el, elolvasom, és akkor hát nem tudom, mit kezdünk vele. Hát eszembe nem jutott, hogy ebből még lesz is valami. De amikor ezeket elolvastam, ugye én szerintem egy egész éjszakát rágódtam rajta, mert meglettem győződve, vagy úgy gondoltam, hogy ezek az anyagok nem maradhatnak a fiókban. Tehát ezek az anyagok a közre kellene, hogy kerüljenek, csak még akkor nem tudtam, hogy milyen módon lehetne látszólag három különböző dolgot összehozni. Először gondolkoztam, hogy három külön műben, de utána ugye felmerült bennem, hogy ebbe sok minden benne van, de valahogy össze kellene fűzni, és meg kellene keresni azokat a pontokat, ahol ezek a dokumentumok összeérnek, és egyrészt azt gondoltam, hogy ne kellene világítani azt a kort, azt a korszakot, azt az időszakot, amelyben a Márta megéli a fiatalságát, mert hogy az úgy ne lebegjen a levegőben. Másodszorban valahogy a világgal is kapcsolatba kellett, vagy gondoltam, hogy össze kell hozni ezek a témákat, mert hogy az addig jól van, hogy ez Mártának a háza. Mindenkinek a szülőháza, a saját háza. De hogy ez nem csak úgy van, hanem van egy szűk környezete, egy tágabb környezete, van egy történelmi környezete, egy szociális környezete, és hát az lehetőleg nem annyira szélesen, hogy ez olvashatatlanná váljon. Úgyhogy én imádok olvasni, nem igazán szeretek én írni. Kafka mondta, és én ezzel egyetértek, hogy túlságosan szeretek könyveket olvasni ahhoz, hogy megírjam őket. Tehát én inkább olvasni szeretek, úgyhogy többször átolvastam, amit Márta írt, és akkor próbáltam hozzá kutatni, hozzá keresni, saját meglévő információmat hozzárakni, és akkor ezt is szépen lassan megvitattuk. Mennyiben volt más ehhez a könyvnek utána kutatni, mint mondjuk a korábbiakhoz, tehát a Beregszászhoz, a 16. kerület, vagy a kerülethez, a másik zsinagóga közösségéhez? Nagyjából azonos alapdokumentumokat lehet elérni egy budai és egy pesti zsinagógával kapcsolatban? Mert erről tudom, hogy van egy nagyon sajátos véleménye, hogy ugye, a tehát én budaiság. Engem hogy is mondjam, nem azt mondtam, hogy hidegen, de úgy távol tartott magától a Buda, meg a budai zsidóság. Tehát én nem vagyok egy budapesti gyerek, tehát mindig úgy éreztem valamiért, hogy az az elitebb világ környéke, és én inkább az egyszerű helyekhez tartozom, úgy igazából különlegesen nem is érdekelt, nem mintha nem lettek volna már előre
gyűjtött anyagaim, mint például Szentendréről is, vannak anyagaim, de nem azért, mert Szentendrét kerestem, hanem a korszakot néztem, és nagyon sok kutató történész munkáit elolvasva, egybevetve, azért tapasztaltam olyan dolgokat, hogy némely rövid, fontosnak nem tartott információt egymástól átvesznek, és nem pontosítják, és az évtizedeken keresztül megy az egyik könyvből a másik könyvbe, holott egy picikét egy más kép volt, és nem mondom, hogy az nekem kielégülés, vagy megelégülés, hogy valamit tudok pontosítani, de úgy gondolom, hogy bár nem vagyok én egy ilyen rendszerető ember, azt mondom, hogy azért legalább a történelmi szinten rendet kellene tenni a fejekbe. Erről a budai és a pesti zsidóság közötti különbségről a Márta két nappal ezelőtt hívott föl, és azt mondta, hogy talált egy fantasztikus szöveget, a tükör, új tükör. Maradjunk ennyiben, hogy Tamás talált. Jó, akkor, hogy ez hogyan működik ez a budai zsidóságnak a Pesthez való viszonya? Isten háttal ült neki, részlet, írta Mezei András. 1952-ben Ickovics Jákob, a Zsigmond utcai zsinagóga templom szolgája, kivette évi rendes szabadságát, és a budai hegyek közül bement nyaralni Pestre. A Dob utca 24-be, ahonnan már ki is lehetett látni a ricsajos, kofás Klauzáltérre. A kocsizörgést, a tengelynyiszlást, Isten bocsássa meg, tette hozzá Jámbor a Ickovics Jákob, jobban szerette, mint a madarak csivitelését a hegyek között. Budán az úri zsinagógában még a gajdolás sem volt igazi gajdolás. Külön-külön és együtt csak a Klauzáltéri piacon találta meg azt a hangzavart, amit Beregszászra, gyerekkorára emlékeztette. Akkoriban pedig nehéz idők jártak Ickovics Jákobra, úgyis, mint templomszolgára, aki nem csak a materializmussal állt szemben, úgyis, mint templomszolga, de bajok voltak nála az anyanyelvűséggel is. A piacon ültek mellette a hordárok, fröccsöt isznak, disznósajtot esznek, szemináriumot tartunk, Ickovics bácsi. Kijönnek a borozóból, a napra a szobafestők, fröccsöt isznak, és meleg kolbászt esznek. Zörögnek a zsírpapírok. A szájukat törlik, hát a marxizmus benne van a Tórában, Ickovics bácsi. Jönnek az MNDS-től, mennek a DISZ-től, nincs voj, nincs krompli, mondja, és vasárnap piac sincs. Szóval azért ez szép, hogy valaki a Frankele utcai zsinagógából ugye bemegy a Dob utcába nyaralni, mert hogy az egy más világ. Az érződik a történetben is, tehát ami a könyvben le van írva, hogy ez egy más történet egy kicsit, mint mondjuk a pesti külterületi zsinagóga, illetve azoknak a körülélőknek a története? Hát talán olyan szinten érződik, hogy az Elbert Mártának közelebbi kapcsolatát éreztem ebből a három írásból a zsinagógában szolgáló egyházi főkkel, mint ahogy én szoktam eléggé távol tartani magamat. Ezért is kerestem, és aztán végül találtam egy olyan, mondjuk azt, hogy figurát, egy akkor borzasztóan népszerű rabbi személyében, akinek érdemesnek tartottam nem csak a életét, nem csak a vallási, tudományos munkásságát, hanem még a szüleinek is a történetét behozni, mivel ő egy annyira szélesen ismert és elismert és támogatott
a magyarosodás folyamatát borzasztóan támogató ember volt, aminek én, mint vidéki, vagy mondjuk ki kárpátaljai ember, én úgy érztettem, hogy ez már egy túlzás. És ezen személyen keresztül tudtam valahogy mégiscsak előhozni azt a hangulatot, amiből érzékelhetett a Márta gyerekkorában, amikor felnőtt, növekedett, mikor élt ebben a házban, hogy honnan jött ez a hát ilyen magyar zsidós budai hangulat. Úgy hívták ezt a két kutatót, hogy Klein kis harmad. Igen, és akkor azt szeretném most majd kérni itt a kollégáktól, hogy az első bejátszást mutassuk meg. Az nem titok, hogy ennek a könyvnek már volt korábban Pesten több bemutatója is, és ott az egyiken Fehér Ildikó színésznőt tudtuk elhívni, aki sajnos már nem tudott eljönni ide, hogy élőben bizonyos részleteket tudjon felolvasni ebből a könyvből, de miután az előző felvétel megvan, így most ebből fogunk látni egy pár perces részletet. Azt kérem most akkor Fehér Ildikó művésznőtől, hogy egy kicsi részletet ebből a részből, ami Tamásnak a munkája, hallgassunk meg. Vidor Pál 1909. február 22-én született Budapesten. Édesapja dr. Vidor Géza ügyvéd, aki 20 éves korában magyarosította a Weiner családnevet Vidorra. Édesanyját Reich Erzsébetnek hívták, egyetlen testvére Bálint, aki egy évvel volt nála fiatalabb. Vidor Pál 1932-ben szerzett bölcsészdoktori címet a budapesti királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, majd elvégezte az Országos Rabbi Képző Egyetemet. Nagy szerepe volt az 1933-as nemzetközi gödöllői cserkész dzsembori szervezésében és lebonyolításában. A találkozó alatt tábori rabbiként működött, de akkor még nem is volt felszentelt rabbi. Itt ismerkedett meg Kálmán Zsuzsannával, a kispesti rabbi Kálmán Ödön leányával. Vidor Pál később elvállalta a cserkészcsapat vallási irányítását, majd kidolgozta a cserkészcsapatok vezetőképzésének tervét is. Legfőbb írása az 1942-ben kiadott Szombat könyve, melyben összefoglalja a legzsidóbb zsidó ünnep történetét, szokásait, hagyományait, mindezt könnyen olvashatóan, kiegészítve a szombati dalok kottáival, és bőséges irodalmi idézetekkel. Dr. Edelstein Bertalan, a Zsigmond utcai zsinagóga főrabbija, 1934-ben meghalt, és a hitközség képviselőtestülete úgy határozott, hogy az elhunyt főpap legkedvesebb tanítványát, dr. Vidor Pál rabbit pályázat mellőzésével hívja meg, és ajánlja megválasztásra. Így is lett. 1935. szeptember 15-én dr. Kis Arnold vezető budai főrabbi iktatta be, és ezután Vidor Pál 9 éven át volt a Zsigmond utcai templom rabbija. Dr. Vidor Pál és dr. Kálmán Zsuzsanna 1935. október 30-án házasodtak össze. Vidor családi élete elválaszthatatlan a Zsigmond utcai háztól. Nem csak a zsinagóga rabbija volt, hanem itt is lakott a családjával egy negyedik emeleti, rózsadombra néző lakásban. Anna nevű kislányuk 1936-ban született. 1942-ben munkaszolgálatra Nagykátára rendelték. 1943. február 28-án még részt tudott venni dr. Heller Bernát irodalomtudós, az Országos Rabbi Képző professzorának temetésén. Vidor Pál archívumokban fennmaradt,
német gondossággal dokumentált láger adatai szerint feltételezhető, hogy 1944. október 20-án vették őrizetbe, és 1944. december 5-én deportálták Budapestről. 1944. december 25-én vitték Buchenwaldba, ahol a 26.579-es fogolyszámon tartották nyilván. Dokumentációját Dachau lágerében 1945. április 7-én zárták le. Feleségét, Kálmán Zsuzsannát a Zsigmond utcai lakásból rendelték árokásásra, majd deportálták. Csodával határos módon élte túl a Lichtenwörthy haláltábort. Kislányuk, Vidor Anna, nagyapja a kőbányai rabbi házának pincéjében vészelte át a zsidó üldözést. Vidor Pál máig tartó fontos üzenete, hogy nem a szombat tartja össze a zsidóságot, hanem a zsidóság tartja fenn a szombatot. Köszönjük szépen! Ebből a részletből jól látható, hallható volt a könyvnek egy nagyon erős vonala, tehát, hogy annak a zsinagógának és a köré épült háznak, ami hát egy olyan konglomerátum, ami szétválaszthatatlan, ha úgy tetszik, az egyházi története van ebben a könyvben, vagy az egyik vonalán a könyvnek, végigvíve a rabbik, a kántorok, akik ott szolgáltak, illetve ott éltek ezekben a lakásokban, mint ahogy a Vidorról is ugye elhangzik, hogy ugyanott abban a házban lakott. Ez nyilván egy olyan fajta történet, ugye itt el is hangzott talán a bevezetőben, hogy ez Tamásnak a része a könyvben, mint ahogy az ő része az is, hogy a három nagy budai zsinagógának az építés története is a könyv elején megvan, tehát hogy eljussunk egyáltalán oda, hogy ez a bizonyos Frankel Leó utcai zsinagóga, amit egyébként akkor persze nem Frankel Leó utcának hívtak, hanem... Igen, mert hogy benne van az is, hogy az utcát mikor, hogy hívták, de amikor épült, akkor mindegy, akkor nem érdekel. Szóval, hogy van egy ilyen típusú vonal ennek a könyvnek, és esett már itt szó arról, hogy a Márta pedig interjúkat készített a háború után hazatértekkel. Tamás, a nyilván ez, amit maga itt kikutatott, hogy ki volt a Vidor Pál, meg mikor vitték el, hogy veszett el, stb., mi történt a feleségével, ezek nyilván levéltárból innen-onnan lévő, tehát hogy úgy mondjam, leírt dokumentumok. Hogyan viszonyul ez ahhoz, amit a Márti, mint orál historit fölvett az ott élőkkel? Kinek mennyit lehet elhinni ezekből? Majd erre vissza fogunk még térni. A Márti interjújában is látszik, nem egy helyen, hogy mindenki a maga módján élte meg, mindenki a maga módján emlékezett erre, néha ellentmondtak egymásnak, de ugye nem ültek egymás mellett, hanem csak a Márta volt velük szembe, és ő ezt tapasztalta, és ő ezt regisztrálta, és továbbadta nekünk, ezzel is illusztrálva, hogy mindenki másképp élte meg ezt a vészkorszakot. Szeretnék visszatérni erre a bizonyos rabbira, akiről ugye mondtam, hogy ez picit túl, mintha túl lett volna, túl sok helyet foglalna el a könyvben, de tegnap, mikor már biztos volt, hogy eljövök ide, átnéztem a dokumentumaimat, és ugye rájöttem, hogy ez a bizonyos kis Arnold, ez tényleg nem csak olyan nagy budai rabbi volt, meg nagy budapesti rabbi volt, meg nagy országos rabbi volt, és ugye Szentendrével kapcsolatban is volt kapcsolata, holott igazából a harmadik kerülethez van közelebb, és az óbudai zsinagógához van közelebb Szentendre, és az ember azt várta volna, hogy a kapcsolat ide úgy működik, de találtam kettő darab érdekességet.
tehát 2014-ben a Szentendrei Hitközség a király születésnapján rendezett Isten tiszteletén az ünnepi szónok meghívás folytán Kis Arnold doktor budai főrabbi volt. Az Isten tiszteleten részt vettek Szentendreváros hatóságai, a szerb egyházközösség és papjai, valamint más felekezetű lakosság. Az óbudai főkántor Zsoltár éneke és hazafias dalok után Kis Arnold doktor budai főrabbi rendkívül nagyhatású beszédben szólott a világháborúról, és a frigyszekrény előtt gyönyörű imát mondott, melyek nyomán hangos zokogás, majd lelkes éjjelzés hangzott fel. Befejeződik a világháború, Trianon, és 1920. augusztus 30-án Kis Arnold újra szerepel Szentendrén, kultúrünnep Kis Arnold tiszteletére. A szentendrei zsidó ifjúság Kis Arnold irodalmi, tehát nem vallásról beszélünk, irodalmi és költői munkásságának méltatására vasárnap nagyszabású kultúrünnepséget rendezett. Dr. Klein mérnök méltatta a budai főrabbi irodalmi munkásságát, majd Kis Arnold óriási hatást keltve felolvasta a Csodahajó című költeményét, melyet lapunk olvasói is ismernek. Vas Tibor a főrabbi műveiből felolvasta az Éjféli esküvő című novellát, majd Ösztereicher Erzsi operaénekesnő Kis Arnold megzenésített költeményeit adta elő, Klein Margit pedig imáiból szavalt. Az ünnepének igen nagy sikere volt Szentendrén. Tehát még ilyen kapcsolat is van, és sőt, erről még tudom, hogy Tamásnak vannak további papírjai is itt a kezénél, majd lehet, hogy erre visszatérünk. Te mondtad, hogy ez már a 80-as években készültek ezek az interjúk, amikor még szó nem volt arról, hogy ebből valaha egy könyv legyen, és már az is a, hogy úgy mondjam, a last minute volt, igen. Mert hogy ugye az kiderül, hogy a Schwarz Júliával, a Juci nénivel való beszélgetés után ő egy pár nappal később meghalt, tehát nem is tudtátok folytatni, pedig még terveztétek. Amire itt az előbb utaltam, hogy azért ez az oral history, ugye ez egy ilyen nagyon furcsa csalóka dolog. Erre én nekem az a példám van a könyvből, ugye, hogy a házban, ahol egyébként folyamatosan és szinte mindig is egymás mellett éltek keresztények és zsidók, hogy ugye kiderül a két interjúból, hogy ott volt egy Stomfai nevezetű szomszéd a házban, akiről a Kálmán Zsuzsa nevű interjú alanya Mártának azt mondja, hogy hát ez egy elszánt antiszemita volt, míg a Faragó Otto azt mondja, hogy egy kifogástalan keresztény úriember volt. Nyilván te a Somfait már nem ismerted, felteszem, vagy te még ismerted a Somfait. Tehát lehetett róla valami képet gyerekként, de nyilván nem tudsz igazságot tenni ebben a dologban. Mit hiszel el, vagy kell elhinni, vagy ebbe pont ez az izgalmas, hogy ki hogyan látta a saját történetét, a saját szomszédját? Én ebben egy harmadik szem voltam, és nekem semmi jogom nem lett volna egyik vagy másik oldalon letenni a garast. A Stomfai egy, amire én gyerekként emlékszem, egy ilyen, hát egy őrmester, vagy nem is tudom. Szóval egy félelmetes figurája volt a háznak, de hát akkor még nem tudtam, hogy itt most a zsidó-nem zsidó relációban ez hogy van. De a Faragó Otto azt is mondja, hogy a Stomfai gyereknek volt egy légpuskája, és hát ez volt a legnagyobb dolog gyerekként, hogy légpuskával lövöldöztek a zsinagóga körül. Aztán később éles lőszerrel is lövöldöztek a zsinagóga körül. Hát, Tamás, hogy egy történész, aki dokumentumokkal dolgozik, levéltáraz, kutat, akár a Vidort, akár itt a Kleint, megtalál egy olyan újságcikket, hogy Szentendrén mit olvastak föl tőle, az mit kezd egy ilyen oral historival? Tehát mennyire tudja hitelt érdemlően mondjuk ebből a megállapítani, hogy akkor a Stomfai vajon mi lehetett? Egy tisztességes keresztény úriember, vagy egy vad antiszemita? Tehát
nem csak Magyarországra jellemző, hanem általában jellemző az emberekre, hogy a kornak, az időszaknak megfelelően próbálnak viselkedni. És amit a széles közvélemény, a háttérhatalom megenged, akkor próbálják feszeggetni a határokat, ugyanakkor az együttélés, mert ugye egy ilyen házban valahogy együtt kellett élni, addig, míg nem voltak erre törvényi felhívások, ezeket az együttélés határait azért nem hágták át, és tehát lényegében oda vezetett, hogy többé-kevésbé surlódás mentesen tudtak békeidőben így együtt élni az emberek. Elfogadták, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. Ez az én vélemény. Ugyanakkor azért a háború ebbe erősen belezavart, mert ugye az elvitteknél, ott ugye benne van a könyvben is valamelyik interjúban, ugye, hogy az elvitteknek a lakását, a holmiait, azt gyakorlatilag pillanatok alatt kapták szét. A mai napig hallgatás övezi ezt a témát, és ugye szerény véleményem szerint ez még sokáig így lesz. Sajnos a utánunk jövő korosztályok is kevésbé érdeklődnek, de miért érdeklődnének? Hiszen bizonyos szinten más információkat kapnak, és a előremenetelük céljából más információkra van szükség. Családi hagyományból utóbbi hónapok tapasztalata is azt mondja, hogy az én korosztályom sem kapott felvilágosítást kellő mértékben a saját szüleitől, vagy hogyha kapott, akkor valamilyen nyugalmas irányba vezető dolgot, és azt az egyértelmű 1920-tól, Trianontól 1944-ig vezető történelmi elit tévedést, azt valamiért problémásnak tartják feltárni, bár manapság már vannak olyan történés csoportok, amelyek így szeletenként próbálják ezt föltárni, dokumentumokkal. Nem tudom, hogy tudományos körökön kívül mást fog-e érdekelni ennek a háttere. Minden esetre Márta ezt föltárta, közösen mi ezt közreadtuk. Mennyiben lenne egy olyan pedagógiai háttér némely iskolák felsőbb osztályiba, hogy érdemesnek tartanák erre, akkor bizony a Elbert Márta mindkét könyveit természetesen fordított sorrendben, mint ahogy most van, mert ugye, amelyikről most beszélünk, ez a Márta gyerek születésétől gyerekkoráig zajló időszakot próbálja rekonstruálni, és már 5 évvel ezelőtt megjelent egy könyve, amelyben a Márta a rendszerváltást dokumentálta, benne az ő szerte ágazó filmes és tudományos tevékenységével. Tehát az én véleményem az, hogy aki elolvassa most ezt a könyvet, jól teszi, hogyha könyvtárban van, kikölcsönzi, illetve valahol... Ha jól tudom, itt van belőle abból is néhány példány, mint ahogy a zsinagógásból. Meg tudja venni, mert szegény véleményem szerint ez egy pótolhatatlan két könyv. Ezt már mondtam máshol, hogy Márta olyan röviden, pontosan, velősen és mégis informatíven ír, hogy máshol ezeket az információkat vaskos tudományos könyvekből kellene itt-ott amott előhalászni, és mégsem találnák meg
így egyben. Két dolgot szeretnék még ennek kapcsán, ugye, amiről itt beszéltünk, tehát hogy ez az egész, amit itt Tamás elmondott, hogy ez mennyire nincs kibeszélve, feldolgozva ezek a történetek. Az egyik interjúdnak a végén van egy lábjegyzet, amiben az van, hogy az interjú alany, tehát 80-as évek, vagy talán még egy kicsit később időkről beszélünk akkor már, az aznap megjelent és általa elolvasott Csurka dolgozatnak a hatására ott a helyt infarktust kapott. Tehát, hogy azért vannak itt nyilván nagyon mélyen lévő sebek. Ugyanakkor, amiről itt szó volt, hogy ez mennyire nincs kibeszélve, az egyik interjúnak szintén a végén te lábjegyzetben megjegyzed, hogy nagyon sokáig te se mertél, vagy nem tudtad, hogy kellene kérdezni erről a dologról? Igen, ez pontosan a Kálmán Zsuzsa interjú, aki a Vidor Pál felesége volt, és itt ebben a felolvasásban, illetve a Tamás kutatásában el is hangzott. Egyszerűen zavarban voltam, mert hogy ugye az én szüleim egy büdös szót nem szóltak erről, iskolában, társaktól soha egy szó nem volt, és az első interjúm az volt 81-2-3, nem emlékszem pontosan, a Kálmán Zsuzsával, nem mertem megkérdezni tőle, hogy élte túl. Valahogy egy olyan gátlás volt bennem, hogy hát erről nem szabad beszélni, mert annyira nem beszélt róla senki. És tulajdonképpen, amit a Tamás kikutatott a Vidor, amit hallottunk is, hát szóval úgy gondoltam, hogy hát ezt én jól kihagytam. És volt még ilyen, amit kihagytál? Akár úgy, hogy nem is csináltál interjút, és hát az illető közben hát elhúnt. Azért nem csináltam, mert nem járultak hozzá, mert ez egy körülbelül hát 50 lakásból, mondjuk 25-ben biztos zsidók laktak, és mondjuk 18 lakás családtagjai nem jöttek vissza. Nagyon kevesen jöttek vissza, és akiket tudtam már a többiektől, akik hajlandóak voltak velem beszélgetni, és megkérdeztem őket, azt mondták, hogy ők erről nem beszélnek. Tehát egész egyszerűen tovább folyt az elhallgatás. A könyvnek ugye itt az előbb a bejátszás kapcsán mondtam, hogy ugye az egyik vonala, vagy az egyik fő ága az ez az ottani hitközségnek, a vezetőinek, vagy tagjainak bizonyos életrajza, mint a Vidoré, amitből itt hallhattunk részletet. A másik nagyon erős, és tulajdonképpen egy furcsa, ha úgy tetszik, vonala a könyvnek, hogy ugye mondtam, hogy ez a 27-28-ban épült ez a ház, akkor lett kész, akkor költöztek be az első lakó, és a Márta összeszedte onnantól egészen a rendszerváltásig, ugye 90-ig, minden egyes lakásnak minden egyes lakóját. Tehát tulajdonképpen ennek a könyvnek, itt valahol itt a vége fele, van egy szép, hosszú része, ami úgy néz ki, mint egy telefonkönyv szinte, miközben halálosan, izgalmasan olvasmányos, mert egyszerűen ott kiderül, hogy a nem tudom, harmadik emelet 3/A udvariba 1953 Takács Károly felesége, 3 kiskorú gyereke, 65-től Balázs Erzsébet, stb. Szóval, hogy ez meg megint csak azt gondolom, hogy egy olyan a majdani történészek számára egy olyan alapkutatás, ami egyébként sehol máshol nem lenne elérhető, vagy hát nyilván összeszedhető, ahogy a Márta összeszedte. Meg a Tamás összeszedte. Részben, vagy hát ketten összeszedték, igen. Hogy van egyáltalán bárhol máshol zsidó közösségről, vagy egy zsinagóga körüli gyülekezetről egy ilyen összeállítás, vagy egy budapesti lakóházról egy ilyen összeállítás? Lehet, hogy van, de én nem tudok erről, mert ugye például a Nagyhovarosba járok, az nem egy nagy bérház, és az mindig hitközségi bérház volt. Ott ugye egymásnak elmondják az öregek, akik oda születtek, hogy itt az lakott, itt az lakott, de hogy ez hivatalosan össze lenne rakva, tehát ilyen én szerintem nincsen.
nem hiszem, de hogyha belegondolunk, ez egy tömény szociológia. Persze, hogy, tehát azért hogy, mondom, hogy halálosan hogy, izgalmas hogy, olvasni. Hogy milyen társaságok kerülnek össze, milyen alapon, mert papíron, ugye 1900, szóval nem tudom, háború utánig ez a hitközségnek a bérháza, államosításig. Többször kérdeztem Mártától, azt mondta, hogy majd egyszer elmondja, de lehet, hogy nem tudja. Hogy például érdekes lenne tudnunk, nincs benne a könyvbe, hogy szülei hogy kerültek ebbe a házba. De benne van. Nem tudom. Na, akkor ezt tisztázzuk. A két szerző közötti vita, tessék. Hogy a szüleim hogy kerültek ebbe a házba? Az világos, hogy oda tetszett születni. Hát én igen, de ők meg ott laktak, és ezért tudtam oda születni. Hogy kerültek oda? Én azt gondolom, hogy ez nem olyan érdekes most, mint ami az idő előre haladtával még tudjuk, hogy mit kell behoznunk. De te tudod egyébként? Hát persze, hogy tudom. Tehát ugye, majd elmesélem. Jó. Vagy majd a következő könyvben elolvassák. Bocsánat. Jó. Nem, igazából. Jó, tehát ugye ott volt a harmadik emelet 5, és akkor most innentől térjünk rá a Mártára, mert végül is ugye a könyv az ide születni. Te ott ebbe a harmadik emelet 5-be születtél, már nyilván nem ott, hanem ide vittek haza. És onnantól ott nőttél fel ebben a házban. Nyilván akkor már légpuskával nem lövöldöztetek, de milyen volt felnőni ebben a házban? Ebben az egyébként nagyon vegyes lakosú, hiszen az elhangzott, hogy nagyjából fele-fele arányban voltak benne például zsidók és keresztények. Nyilván egyéb, tehát a munka is nagyon sokféle, tehát hogy hol dolgoztak azok az persze. emberek, akik ott voltak, nyilván szociológia, nem volt mindegy, hogy valaki az udvari földszinti lakásban lakik, vagy a rózsadombra néző 5. emeleten. Hát ez azért sem volt igazán mindegy, mert ez nincs benne, azt hiszem, a könyvben, hogy a napok vagy hetek során a második emeleti zsidókat fölkergették az 5. emeletre. Ott együtt lakott egy 20 négyzet vagy 25 négyzetméteres udvari lakásban már 3 zsidó család a másodikról. Utána az 5-ről visszatették őket az elsőre, majd deportálták, tehát volt egy fluktuáció, hogy hova lehet gettósítani tulajdonképpen a ház zsidó lakóit. Na jó, de ezt már csak utólag hallomásból tudhattam. Hát persze, hát az interjúból. Mondom, tehát, igen, jó, csak azért igen, mondom, igen. De hogy neked milyen volt ott, amikor már nem tették, vették nem, az nem, embereket, igen. És nem hurcolták őket el. Hát baromi jó volt ott lakni. Szóval 25 darab ratkó gyerekkel nőttem fel, és hát csuda volt. És szembe volt a rózsadomb, ahol a télen a kis halál és a nagy halálon lehetett szánkózni, a házunk előtt lehetett görkorcsolyázni, és hát tényleg egy őrület. Átúztuk a Dunát, igen, 18-10-12 éves gyerekek, és ott persze a rendőrök szedtek ki minket a vízből. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon megtanultam gyerekként. Legalább 5 lépcsőház van. Hát jó. 2, de... Hát ne, hát hátul is van lépcső. Igen, szóval van lépcsőház, van pince volt, padlás. A zsinagógának számos ilyen zege-zuga, őrületes bujócskázások mentek, és hát szóval tényleg egy olyan élet volt ebben a házban gyerekként, tehát a felnőttek megőrültek tőlünk, mert állandóan is sikítoztuk, üvöltöztünk. 64-ben az egyik lánynak a papája egy ilyen nagy kommunista volt, és ő eljutott nyugatra, és elhozta 1964-ben a Beatlesnek a Love Me Do című lemezét, és hát az egész ház azt hallgatta 40-szer. Miközben azért a Mártának az élete, az, ha most nyilván így is emlékszel, vagy így is, igen, tehát hogy így is emlékszel, meg majd mindjárt meghallgatjuk, hogy hogyan, máshogyan, azért az nem volt egy annyira, hát
hogy hívják ezt, méznyalás, vagy hogy szokták ezt ilyen rémesen mondani. Úgyhogy most azt kérem itt a kollégáktól, hogy nézzük meg a másik bejátszást abból a múltkori könyvbemutatóról, ahol ugyancsak Fehér Ildikó egy olyan részletet olvas föl a könyvből, ami a harmadik fővonala magának a könyvnek, a Mártának az tulajdonképpen egyfajta önéletírása a gyerekkorából. Én is a Hunfalviba kezdtem járni, de apám ezt nem is tudta, illetve nem is érdekelte, hogy tanulok-e, vagy sem, vagy hogy eszem-e valamit, vagy sem. Soha egyetlen szülői értekezletre nem ment el. Az osztályzatokat, amiket a szülőknek kellett aláírni az ellenőrzőben, 4 éven át én hamisítottam apám aláírását. Apám mami halála után már néhány hónappal kezdte felhordani a nőit a lakásba. Ezen alkalmakkor engem nem engedett be, ezért a bejárati ajtónk előtti bemélyedésben a gangon töltöttem az egész éjszakát. Kicsit később egy közelben lakó osztálytársnőm anyukája megengedte, hogy ilyenkor náluk aludjak, sőt, gyakran adott nekem reggelit, ebédet. Apám, ha olyanja volt, ószerestől vett nekem cipőt, ami nagyon ronda volt, kényelmetlen, és télen-nyáron az egyetlen. Nővérem kék iskolaköpenyébe jártam, és boldog voltam, hogy az alatt nem látszik, milyen rongyos a ruhám. A középiskolai évei alatt szabályosan éheztem. A Hunfalviban 46-an jártunk az osztályba, 10 fiú és 36 lány. Osztályfőnökünk egy Erzsébet néni nevű középkorú végkisasszony volt, aki nem nagyon szeretett bennünket. Persze mi se rajongtunk érte, ő tanította az irodalmat, az oroszt és a franciát. Mindkét nyelvből alig járhatott néhány leckével előttünk. Ez nagyon gyorsan kiderült, mivel az egyik osztálytársnőnk szülei hosszú éveken át Algériában dolgoztak, a kislányuk pedig francia nyelvű általános iskolába járt, és tökéletesen tudott franciául. Erzsébet néni 2-est adott neki, mert nem viselte el, hogy egy 14 éves csitri jobban ismeri a nyelvet, mint ő. Tanárnőnknek a 4 év alatt sikerült megutáltatnia velünk az oroszt, a franciát, de még a magyar irodalmat is. Egy jellemző esetet mesélek el most. Az osztályban 2 voltunk árvák, F. Kati és én. Eljött az anyák napja, és Erzsébet néni, az osztályfőnökünk közölte, hogy akinek nem él az anyukája, az menjen ki az osztályból, mert most anyák napját fogunk ünnepelni. Mi pedig Katival kimentünk. Katit és húgát, miután szüleik meghaltak, egy idős néni gondozta. Ők is nagyon szegények voltak. Ahogy Kati lába nőtt, egyetlen magas szálú cipőjének orrát egyre jobban kivágták. Elképzelem, milyen csinosak lehettünk. Én az ószerestől vásárolt narancssárga félcipőmben, Kati pedig a kivárogott orrú magas szárujában. Szóval így festettünk mi árvák a folyosón, anyák napján. Egyébként Kati volt a legszebb lány az osztályban. Hölgyeim és uraim, barátaim, be kell, hogy mutassam önöknek Farkas Katalint. Hogy lehetett ezt? Nem azt mondom, hogy túlélni, hanem túllépni ezen. Hát ez születési rendellenesség lehetett, hogy ezt... Ugye az kiderül, hogy az édesanyádat viszonylag korán elvesztetted, igen, addig egy hihetetlen meleg szeretetben, igen, ketten együtt tulajdonképpen, igen, apád mellett... Ellen. Vagy ellen, vagy igen, nem akartam ezt mondani. De utána... Hát ez csak azt tudja, aki... átélte, hogy az édesanyja vagy a szeretett szüleje gyerekkorában, gyerekként átéli, hogy meghal. Ez tényleg ez ilyen speciális dolog, ez olyan, mint egy betegség, szóval ezt csak azt tudja, hogy milyen, aki már volt olyan beteg, és
Hát nem tudom, tényleg adott egy olyan alapot az élet elviseléséhez és tovább lépéshez az anyukámmal töltött 13 év, meg az a nagyon intenzív csontrákja volt, és feküdt jó néhány hónapig, és az én 5 évvel idősebb nővérem és én voltunk az éjszakai ügyeletesek, úgyhogy beosztottuk, hogy éjfélig vagy egy óráig ő, utána meg én. És itt őrületesen jó beszélgetések voltak. Szóval ez nagyon mélyen bennem volt, és bennem van. Ez csak azért érdekes, mert nem titok, mi 1972 óta ismerjük egymást, és mindig röhögtünk. Tehát, hogy benned ez valahogy, nem tudom, tehát, hogy az apádnak ez a veled ellen szemben való viselkedése, vagy az, ahogy te ottan vadon fölnőttél az anyád halála után mellette, körülötte, hol a lakásba, hol előtte, hol a szomszédba, az valahogy nem hagyott nyomot, vagy nem, én nem hát érzem. Hát lehet, hogy rettető csúnya, amit mondok, de amikor én 21 éves voltam, amikor az apám meghalt, akkor engem már 3 éve kirúgott otthonról, és szörnyű albérletekben, nyomorban, éhezésben telt az életem. De, mint mondtad, 72-ben találkoztunk, én is a filmgyárban kezdtem dolgozni, és ott találkoztam Gáborral. Egy fantasztikus időszaka volt ez a filmgyárnak, ugyanis az 56 miatt nem nagyon bíztak senkiben, és 1971-ben elkezdtek 20 éves fiatalokat betanítani, mert rájöttek arra, hogy nincs, aki a filmeket felvételvezesse, berendezője, kameramanja, és a többi, és a többi. És oda bejött egyszerre 50 vagy 70 ilyen akkori mikorunkbeli fiatal, és hát miután kicsit bonyolultan, de enyém lett ez a Frankelle utcai lakás az apám halála után. Tulajdonképpen nekem volt egyedül szabad lakásom, totál üres volt, mert hát semmi nem volt, semmi nem volt benne, de hát hatalmas házi buliknak adott teret ez a Frankelle 3. emelet 5, és hát ez is egy életforma volt tulajdonképpen, hogy életforma váltás, hogy filmgyárinak lenni. Úgyhogy ez is segített abban, hogy megint egy olyan közösségbe kerültem, ahol elfogadtak, ahol talán még azt is mondhatom, hogy szerettek. Ez biztos így volt, igen. Tamás, itt abból a előző felolvasásból kiderült, hogy még a Frankelle utcai zsinagógának is van köze Szentendréhez. Van a szentendrei zsidóság történetének is valamilyen fajta feldolgozása? Tud róla? Igen, ez egy érdekes dolog. Tehát tegnap, mikor gondolkodtam Szentendréről, akkor úgy fölgöngyölítettem magamba, hogy a távoli anyósomnak lakott itt unokatestvére, de hiszem csak az esküvőről, mikor meghívni voltuk, akkor voltunk Szentendrén úgy direkte célból, és úgy végig gondoltam, hogy milyen információm van nekem Szentendréről párhuzamosan a többi könyvével kapcsolatban, amit összegyűjtöttem, és akkor eszembe jutott, hogy itt hát a elmúlt évtizedekben nagyon két ismert újságíró, író élt és tevékenykedett. Az egyik a Kertész Péter volt, aki ha jól tudom, temetőgondnok is volt. Aki ugye fölvállalta és végig harcolta a temető rendbetételét, felújítását, és ő maga volt a temetőgondnok. Ez egy érdekes, mert ugye végkifejlete és autentikus,
Tehát őt a temetőben ott lehet meglátogatni, abban a temetőben, amit rendbe tett, és ami a hát Budapest környékén, nem tudom, hogy van-e ilyen hát működő zsidó temető, hiszen zsidókat állítólag mindenki csak a Kozma utcában, meg Debrecenben, meg Nyíregyházára, meg akár. Ez lényegében egy működő temető. Ez egyik. A másik, hogy volt a másik újságíró, a sportújságíró, a Szegő András. Na, vele pedig mondjuk még közelebbi kapcsolatban voltam, mert amikor téma volt közjogilag az országban élő kisebbség, nem kisebbség, bejegyzése, nem bejegyzése, az Andris fölvállalt ezt a témát, és ugye próbáltam, amilyen módon lehetett hasonszőrő emberkéket szervezni hozzá, de hát lényegében visszapattant a dolog, mert a magyarországi zsidóság nagyobb része ma is elsősorban magyarnak vallja magát, és gondolom, hogy ennek lett a következménye az, hogy annak ellenére, hogy ő azt hiszem, hogy egy évvel hamarabb halt meg, de a temető már akkor működött, ő mégis a Szentendrei köztemetőben van eltemetve, és nem a zsidó temetőbe. Holott ő volt ennek a nagy harcosa. A Mártához visszatérve egy picikét, beszélgettünk vele többször, hogy ugye milyen gyerekkora volt, és hogy egyedi volt-e az ő sorsa, és hát jó, mindenki egyedi volt a maga módján, de hát sajnos tömegével voltak ilyen szituációk, hol apa, hol anya, nem tudták a túlélők megemészteni, hogy elveszítették előző családjukat. Nem tudtak talprálni, nem láttak perspektívát. Számtalan helyen találkoztam olyannal, hogy új családot alapítottak. Két vesztes oldalról alapítottak családot, tehát hogy a hölgynek is elveszett a családja, meg a férfinek is, és akkor született új gyerek. A hölgy az ugye anyai ösztönökből tudott valamennyit táplálkozni, de a férfiak nagyon ritkán. Nagyon-nagyon sokan ott hagyták családjukat, elmenekültek. Szóval ez és csak azt tudja elhallgattatni, vagy elhallgatni, és nem beszélni róla, aki nem látott, és nem tudott ilyenről. És hogyha a családok orál history formában nem adják egymásnak át, akkor itt egy könyvtárban vagyunk, olvassuk, hogy betűkből élmény, emberekből közösség, adatokból tudás. Vegyük példát Szentendrén. Szentendrén 1861-től alig volt zsidóság, 200-300 ember lakott, de volt népi iskola. És abban a népi iskolában nem csak zsidók jártak, de bárki járhatott, hiszen a települése mindenki tudta, hogy magasabb tudás lehetőséget ad, és a normálisabb szülők odaadták a gyerekeket. És akkor, hogy mit találtam a dolgaim között, mikor Szentendre felé jövünk. Tehát, hogy 1861-től volt ez a népfőiskola, és azért nem igazán látok és hallok, vagy olvasok Szentendrén akár olyan információt is, hogy egy bizonyos Tausz Ármin 26 évig volt ennek a iskolának a vezetője haláláig. És arról meg pláne nem találok, hogy 33-tól 44-ig egy bizonyos Bihari Andor volt a tanító, és a itt tanuló
gyermekek többségével együtt került gettóba, de ő túlélte, és egész életében nem jól, tehát nem igazán sokat beszélt erről, mert az elveszett gyermekeinek tartotta azt a 15-20 tanulót. Egyébként nagyon hosszú életet élt. Budapesten kántorkodott, aztán főkántor lett, és hiszem, hogy 96-97-ben halt meg egész idős korában. Tehát csak annyi, hogy a tudást, mondjuk egy könyvtárban vagyunk, ugye kellene, hogy aki betér a könyvtárba, esetleg mondja, hogy ezt is érdemes lenne olvasni, meg például az Elbert Márta könyvét is, és ha már megnézi, akkor nézem már meg az előző könyvét is. És akkor esetleg egymásnak át tudják adni az információt. És akkor a Tamás könyveiről még nem is beszéltünk. Lesz még közös munka? Nem tudom, de egyelőre a Zsebedics témában még én nem találtam kapaszkodót, de hát az élet majd megmutatja. Szentendrén ezzel az iskolával kapcsolatosan 1923-ban írják, hogy zsidó hitélet Szentendrén. A zsidó felekezeti iskolák tanítói államsegélynek megvonása a Szentendrei Hitközség iskoláját is súlyos válságba sodorta. Az alig 35-40 főből álló kis hitközség mégis elhatározta, hogy iskoláját állami támogatás nélkül és saját erejéből továbbra is fönntartja. Ebben a tárgyban tartott hitközségi közgyűlésen a hívek közakadozásban 600 000 koronát szavaztak meg az iskola fenntartására. Az eredményes akció Krausz József, dr. Szentendrei ügyvéd érdeme, Weisz Ármin dr. városi tisztiorvos lelkes javaslatára 20 000 koronát adományoztak ezen felül a pesti izraelita hitközség kórháza részére. Tehát azon, amellett, hogy hát lényegében csórók voltak, mégis működött a dolog, és még egy érdekesség, hogy 28-ban, amikor éppen a házat építették Budán, a Szentendrei Izraeli Hitközség díszközgyűlésén ünnepelte a magyar zsidó közélet két kitűnőségét. Vészi Józsefet, aki publicisztikai munkásságának félszázados évfordulájához ért, és dr. Budai Goldberger Leót, aki minap töltötte be 50. életévét. Mindketten évek óta buzgón részt vesznek a hitközség intézményeinek fejlesztésében, s a szentendrei zsidóság most ez irányú érdemeiket kívánta méltányolni, amidőn a hitközség díszelnökeivé választotta meg, és egyidőleg elhatározták, hogy legközelebb ünnepélyes keretek közt szólítják őket a Tóra elé. Csak névrokon vagy rokon? Nekem a nagy Goldbergerek, azok csak névrokonnak. Bár az én édesapám is röfös volt, de ugyanúgy árult a méter árult, de hát nagyon, tehát kicsi, nagyon kicsibe csinálta ezt. Hölgyeim és uraim, nagyjából most már jutottunk egészen Szentendréig, ugye visszafelé a Frankele utcától. Két dolgot szeretnék a végén mondani. Az egyik az, hogy a Mártának ebből a zsinagógás könyvéből van itt néhány példány, sőt a kis kamerásból is ugye talán egy vagy kettő van, ha véletlenül valakit érdekel. Meg lehet nézni, meg lehet venni. Mi köszönjük a figyelmüket, de még ne szaladjanak el, mert a
egy körülbelül 6 perces filmet, ugyancsak az előző könyvbemutatónak a végén zajlott ott egy kis vetítés és műsor. Ezt is megmutatnánk önöknek, ez körülbelül 6 perc. Azokból a képekből van összeállítás, ami ebben a könyvben is benne van, a zsinagógáról és a házról, és közben pedig Klein Judit énekművésznek az előadását lehet meghallgatni. Mi köszönjük a figyelmüket, de ezt még nézzék meg. Köszönjük. Jöfenov, mesos teve kírja, lemelek rá. Micsoda madár,
nem micsoda madár. Zöld a lába, kék a szárnya, engem oda vár. Zöld a lába, kék a szárnya, engem oda vár. Várj, madár, várj, te csak mindig várj, az Isten néked rendel, tiéd leszek már. Az Isten néked rendelt, tiéd leszek már. Nem mikor lesz az már, nem mikor lesz az már. Jippon amigdos, érci anyt a mellé, akkor lesz az már. Jippon amigdos, érci anyt a mellé, akkor lesz az már.